Kíváncsi vagyok, hogy hanyadik percben fog a fogamra felkelődni a szárkényem. De aki észreveszi, az írja meg kommentben. Sziasztok! Az van, hogy két szatyor üres flakon várakozik arra, nem is tudom hátja, de a fürdőszobánkban, hogy végre kidobjam. Úgyhogy advent, karácsony, ide vagy oda. Most már muszáj beszélnünk arról, hogy milyen termékeket használtam el az elmúlt hetekben, hónapokban, illetve hogy mi a véleményem róluk, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem. Na most ebben a szatyorban csak és kizárólag tusfürdők és dezodorok vannak. Aki esetleg csodálkozik, hogy hogy a francba használok el ennyi tusfürdőt és dezodort, annak csak annyit szeretnék mondani, hogy egyrészt hetente többször is tornázom itthon, és hogyha napközben tornázom, akkor ugye lezuhanyozom tornázás után, meg aztán lezuhanyozom este is. Úgyhogy ennek megfelelően nyilván eléggé sok tusfürdőt használok. Másrészt, hogyha például egy tusfürdő annyira nem tetszik, akkor azt általában ilyen folyékony szappannak, vagy ilyen kézmosónak szoktam elhasználni. És hát a dezodor az meg igazából szintén amiatt fogy ennyire, mert ahogy mondtam, tornázom heti szinten többször is. De nézzük akkor, hogy mik is vannak a szatyorban. Van itt két fa dezodor, az egyik az a Summertime Moments uborkavíz és frézia, a másik pedig az Island Vibes, Fiji Dream, görögdinnye és ilang-ilang. Igazából csak annyi emlékem van, hogy nagyon finom illatuk van, ez ilyen édes kis gyümölcsös. Ez meg inkább egy ilyen friss illat, az izzadásgátló hatásuk az tök jó, úgyhogy szerettem őket, de ezek inkább ilyen nyáriasabb illatok, úgyhogy ezekből most nem fogok vásárolni. Van itt egy Nivea Love Sunshine, ilyen naptej illatú tusfürdő, aminek hát ténylegesen ilyen Nivea naptej illata van, emiatt vettem meg, mert kíváncsi voltam rá, és egyébként nagyon szerettem az illatát, jól tisztított, jól habzott, egyébként nem nagyon tudok elmondani róla. A nyári illatoknál maradva van itt egy Avon Senses Cocktail Collection Fruity Margarita narancsos, barackos tusolókrém, annyira finom, ilyen, hát szerintem inkább ananászszörp illata van, a narancs és a barack, az talán annyira nem jön ki, na jó, lehet egy kicsit, minden esetre isteni és nagyon fincsi, de hát ez is inkább egy nyári illat. Aztán van itt egy Avon Skin So Soft Pampering Softness plusz Shea Vaj krémes tusfürdő, ami az az igazság, hogy nem igazán szerettem, mert ez már egyszerűen túl sűrű volt nekem. Én nagyon szeretem az ilyen krémes állagú tusfürdőket, meg amik picit sűrűbbek, táplálóbbak, de ez már nekem is túl sok volt. Egy kicsit olyan érzésem volt, mintha testápolóval próbálnék lezuhanyozni, mert valahogy nem is habzott rendesen, úgyhogy ez igazából nem jött be. Aztán van itt egy Yves Rocher ilyen gránátalmás tusfürdő, aminek isteni finom illata volt, bár engem inkább málnára emlékeztetett az illata, de tök mindegy, mert tényleg nagyon szerettem vele zuhanyozni, és ritkán használok Yves Rocher tusfürdőt, általában akkor, mikor kapok tesztelésre, de eddig szinte mindegyiket szerettem, úgyhogy lehet, hogy el kéne gondolkodnom azon, hogy most már bemegyek a Montbarban lévő Yves Rocherba. A következő az egy Balea tusfürdő, ez a Schönheitsgeheimnisse Goldene Milch. Ennek az illata sem tetszett annyira nagyon, valahogy zuhanyzás közben egy kicsit soknak éreztem, de igazából a fő problémám az volt vele, hogy szárította a bőrömet, úgyhogy ezt nem igazán szerettem. Ennek a Kneipp Dustonic tusfürdőnek viszont az illatával volt bajom, mert amikor megláttam a Müllerben és megszagoltam, akkor megtetszett, hogy ilyen nagyon friss és üdítő és pesdítő illata van, egyébként pink grapefruit és vetiver illatú, és ahogy így megszagolom, most is így a tubusban, így tetszik az illata, viszont zuhanyozás közben kijött egy olyan mellékillat, ami viszont egyáltalán nem tetszett, úgyhogy ezt végül ilyen kézmosószappannak használtuk el. Aztán van itt egy Balea tusfürdő, ez gránátalmás és baracvirágos. Ha jól emlékszem, ezt egy vásárlás mellé kaptam ajándékba, és az illata valamilyen, nem is tudom, ilyen kanalas orvosságra, vagy ilyen torok, szopogatós cukorkára, vagy nem is tudom, mire emlékeztetett. Nem volt rossz egyébként, de nem hagyott különösebben maradandó nyomokat bennem. Következő az egy Isana Oriental Spirit krém tusfürdő. Ennek ilyen spa illata van, és nagyon jó, sűrű textúrája volt, tök jól habzott, nagyon jól táplálta és hidratálta a bőrömet, és tényleg nagyon finom illata van. Aztán
Nyilván itt egy fa summertime moment, uborkavizes, fréziás, tusfürdő. Nagyon frissító illata van ezzel, nagyon szerettem tornázás után zuhanyozni. A következő az egy Body Shop Spa of the World Tahitian Tiare tusfürdő. Ezt tesztelésre kaptam, hogyha jól emlékszem, és ennek is ilyen luxus spa illata van. Isteni finom, komolyan, tehát nagyon jó illata van. De hát nem olcsók ezek a Spa of the World tusfürdők, úgyhogy szerintem ebből nem fogok venni, mert hát azért, na, szóval egy tusfürdőért nem szeretek kiadni mondjuk úgy 1000 forintnál többet, ha nem muszáj. Aztán van itt egy Balea After Sun tusfürdő, ami tudom, hogy sokaknak a kedvence, mert ilyen klasszik naptej illata van, és egyébként én is nagyon szeretem az illatát, úgyhogy ezt is leginkább tornázás után használtam, mert ennek ilyen hűsítő hatása van, amit én annyira nem vettem észre, megmondom őszintén, viszont az illata az nagyon finom volt. A következő az egy Dove antistressz micellás tusfürdő, ez egy szulfátmentes termék, és nagyon szeretem a Dove tusfürdőket, szóval ez sem volt igazából kivétel. Púderes, picit szappanos illata van, én ezt nagyon szerettem, jól habzott, jól tisztított, úgyhogy nekem ez bejött. Még egy Balea tusfürdő, ez a Schönheitsgeheimnisse rizstejes tusfürdő. Na, ezt viszont szerettem, ugye mondtam, hogy a másik az szállította a bőrömet, de ezzel nem volt ilyen problémám, és az illata is, hát egy ilyen visszafogott illat, de nekem abszolút bejött. Na és akkor most számoljunk. Szerintetek mennyire szeretem a Dove dezodorokat? És a fél a kezemben. Van itt még? Igen. Megszámolta valaki, hogy ez mennyi? Szóval ez összesen 9 darab Dove dezodor volt. Van itt 2 Go Fresh uborkás dezodor, aztán van itt 2 Invisible Dry Clean Touch, ez egy ilyen sima Invisible Dry, ez egy Original, és ez pedig a Beauty Finish, illetve a Floral Touch. Akinek esetleg eddig nem esett le, nagyon szeretem a Dove dezodorokat. Talán egy volt az, aminek annyira nem tetszett az illata. Igen, ez volt az. Ennek egy picit nekem már ilyen túlzottan púderes, túlzottan szappanos, valahogy túl erős ez az illat, és ez egy kicsit nekem már sok. Az izzadásgátló hatásuk nagyon jó ezeknek a Dove dezodoroknak. Tényleg nagyon szeretem őket, és általában váltogatni szoktam, hogy éppen melyik illatot veszem meg, amilyen kedvem van. Elfogytak a tusfürdők és a dezodorok, úgyhogy jöhet a másik szatyor. Hát itt random fogok haladni. Van itt egy Garnier 3-1-ben érzékeny bőrre való micellás víz, én ezt még mindig nagyon szeretem. Én ezzel szoktam általában lemosni a sminkemet, és nekem nagyon bejött, mert nem irritálja a bőrömet, nem szárítja, nem hagy maga után semmilyen fura érzést. Hát ezzel már annyiszor találkoztatok, hogy szerintem el sem kell már mondanom. A következő az egy Balea folyékony szappan, ez a Magnólia zöldtea illatú verzió, és hát mit mondhatnék róla, jól tisztít, nagyon finom az illata, úgyhogy ez bejött. Van itt egy Schwarzkopf Professional BC Bonacure Hyaluronic Moisture Kick micellás sampon, illetve balzsam. Ezeket nagyjából tavasztól őszig használtam, több flakonnal is elfogyott ez idő alatt, és nagyon szerettem őket, mert jól tisztították a hajamat, viszont nem nehezítették el, és a balzsamtól pedig különösen sejmes, tapintású és szép fényes lett a hajam, úgyhogy nagyon szerettem ezt a termékcsaládot. Csak hát váltottam, mert ugye szeretem bizonyos időközönként cserélgetni a samponjaimat, hogy ne szokjon nagyon hozzá a hajam. A következő dolog az egy Sajos keratin hővédő spray, amivel kapcsolatban igazából nem nagyon vannak emlékeim, szóval szerintem annyira nem szerettem, mert nem tudok róla semmi extrát mondani. Még mindig keresem azt a hővédő sprayt, amiben bele tudok szeretni, úgyhogy ha van tippetek, akkor légy szíves, írjátok meg kommentben. A következő dolog az egy Clinique Take the Day Off 2-fázisú sminklemosó, amit általában akkor szoktam használni, hogyha vízálló, vagy ilyen nagyon tartós szempilla spirál, vagy tartós ajakrúzs van rajtam, mert ez
tényleg pikpak leszedés, nagyon hatékonyan és kivéletesen távolítja el, úgyhogy ezt nagyon szeretem. Van itt egy Garnier Essentials kímélő tonik vitaminnal, ez a rózsa kivonatos verzió, és hogyha jól emlékszem, akkor ezt így ebben a formában már nem lehet kapni, mert amit most lehet kapni, ilyen rózsaszín flakonos Garnier tonik, abban azt hiszem van alkohol. Denaturált alkohol, és amiatt nem vettem meg. Én ezt nagyon-nagyon szerettem, mert nagyon kíméletes volt a bőrömhöz, egyáltalán nem szárította, nem irritálta, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ezt már nem lehet kapni. A következő termék az egy Dr. Kellen Reforma 3D karcsúsító lotion zöld kávéval és L-karnitinnel. Komolyan mondom, hogy ennek olyan brutális kávé illata van. Én olyan nagyon nagy karcsúsító hatást nem vettem észre, én már le is szoktam igazából az ilyen karcsúsító krémek használatáról, mert egyszerűen nem látom azt, hogy bármilyen jelentős hatásuk lenne, hát ezt ugye elhasználgattam, meg elkeregettem magamra, de igazából nem nagyon láttam változást. És ha már a karcsúsító krémekről volt szó, van itt még egy, ez a Pupa Sport Addicted Body Coach anticellulit gél workout effekttel. Na most ennek a dobozán valami olyasmi volt, hogy ha 30 napig használod ezt, akkor nem tudom én hány centivel fog karcsúsodni a combod. Én ezt becsülettel elhasználtam, de az a helyzet, hogy nem lett annyival karcsúbb a combom, mint amennyit írtak a dobozán, pedig azt írták, hogy nem tudom én hány nőn tesztelték. Ja, itt van a nagy kedvencem, ez a The Body Shop Chinese Ginseng and Rice tisztító tejes tonik, ami élénkíti és revitalizálja a bőrt. Nagyon jó, ilyen frissítő, energizáló illata van, úgyhogy én ezt általában reggel szoktam használni. Egyébként nemrég feltöltöttem egy esti arcápolási rutinos videót, úgyhogy ha esetleg még nem láttátok és érdekeltiteket, hogy miket szoktam esténként használni az arcomra, akkor nézzétek meg, beteszem föntre is, illetve a videó alatti leírásba is. Ebből pedig biztos, hogy fogok még venni, mert nagyon szeretem. A következő az egy Dove testradír, ez a kivis aloe verás verzió, és szerintem zseniálisak ezek a Dove testradírok. Egyrészt nagyon jó illata van, és nagyon hatékonyan, de mégis gyengéden radírozza a bőrömet, pont jó a szemcséknek a mérete, meg a durvasága, tényleg nagyon jó, a szekrényben már várakozik egy másik Dove testradír is kipróbálásra, az a málnás? Vagy sávajas? Most nem tudom hirtelen melyik. Ha éppen testradírt kerestek, akkor nagyon tudom ajánlani nektek, hogy próbáljátok ki a Dove testradírokat, mert tényleg szuperek. Van itt két Himalaya Herbal Sparkly White fogkrém, ezt nagyon szeretjük a férjemmel, mert ennek tényleg van fehérítő hatása, és én nagyon szeretem egyébként az ízét is, pont jó a mentolossága. A következő termék az egy The Ordinary Serum, ez a niacinamid 10% plusz cink 1% szérum, ami, ha jól emlékszem, kombinált bőrre való. Én ezt nagyon szeretem, mert sokkal, de sokkal ritkábban jönnek ki pattanások rajta, mióta ezt használom, illetve gyorsabban el is tűnnek. Egy picit egyébként ragacsos ez a szérum, bár én ezt sem szoktam használni, úgyhogy engem nem zavar különösebben, de ez a ragacsosság ez hamar eltűnik, és nem marad utána semmilyen fura érzés az arcom, szóval ezt nagyon tudom ajánlani. És van itt még egy szérum, ez pedig az Estée Lauder Advanced Night Repair szérum. Ez mintha lett volna már az előző elfogyottas videómban is, csak akkor még volt benne egy kicsi, de meg akartam említeni, hát most is megemlítem, mert ez egy zseniális szérum, tudom, hogy drága, de ennek minden cseppje kincset ér. Nem tudom nektek elmondani, hogy mit csinál a bőrömmel, de egyszer, amikor ezt használom, akkor másnap reggel valahogy sokkal szebb, sokkal teltebb és kiegyensúlyozottabb a bőröm, olyan, mintha aludtam volna 10 órát, ami nem tudom, hogy mióta nem történt meg, de ez a szérum egyszerűen szuper. Most egy L'Occitane szérumot használok, úgyhogy most ezt egy picit parkolópályára teszem, de biztos, hogy fogok még majd venni belőle valamikor. Következő termék az a The Body Shop E-vitaminos éjszakai krém, ami egy szuper kis általános hidratáló krém, pont megfelelő mértékben hidratál, se nem túl sok, se nem túl kevés, és szerintem egy jó kis szérummal kiegészítve tök jó kis páros.
Én nagyon szeretem. Aztán van itt egy Clinique Moisture Surge 72 órás hidratáló, amit nagyon szerettem, de ezt majd szerintem tavasszal vagy nyáron fogom újra venni, mert térre azért lehet, hogy kevés lenne, de amúgy egy nagyon jó kis könnyű hidratáló. Van itt egy ilyen kis utazóméretű Clinique All About Eyes szemkörnyékápoló, amit én nagyon szeretek. Most is van belőle itthon, mert nagyon szeretem ezt használni reggel, ugyanis egy picit segít, hogy hamarabb lehúzódjon a puffadás a szemem alatt, és nagyon könnyen és gyorsan felszívódik, úgyhogy ez is egy szuper kis szemkörnyékápoló. Van itt egy Dove Advanced Hair Series Regenerate Nourishment hajápoló szérum, ami károsodott hajra való, és nagyon szeretem ezzel bekenni a hajamat, mert annyira sejmes, fényes és puha lett utána a hajam, és ez a picike kis flakon, úristen, ezt már nem is tudom, hogy mióta használtam, de baromi sokáig elég volt, mert nagyon keveset kellett belőle használni. Úristen, ez mikori ez a kis tégely? Ez egy The Body Shop Honey Mania utazó méretű testvaj, amit egyébként már nem is lehet kapni, de amikor megtudtam, hogy kivonják a forgalomból, akkor vettem belőle egy ilyen kis utazó méretűt, meg egy nagyot is, és nem értem, hogy vonhatta ki ezt a testvajat a The Body Shop, mert ennek van az egyik legfinomabb illata, isteni, mézes, édeskés, erre a téli időszakra pont tökéletes, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ezt már nem lehet kapni. A következő termék az a Nivea Micellar Skin Breathe vízálló sminkeltávolító, ez egy kétfázisú sminkeltávolító, és nagyon szeretem ezt a verziót. A másik verzió, tehát ami nem a kétfázisú, hanem a sima ilyen micellás sminkeltávolító, az nekem nem jött be, viszont ezt a kétfázisút nagyon szeretem, mert ez tényleg nagyon szépen leszedi még a vízálló tartós minket is. Aztán van még itt egy DM Ebelin acetonmentes körömlaklemosó, amit még mindig nem szeretek, de szinte mindig ezt veszem meg, mert amikor Rossmannban járok, mindig elfelejtem, hogy vegyek Isana mandulás körömlaklemosót, úgyhogy mindig akkor eszmélek már arra, hogy megint nincs körömlaklemosom, amikor nem járok Rossmann környékén, és ezért általában mindig ezt veszem meg, amit viszont nem szeretek. Ez itt egy Garnier Skin Naturals Moisture Plus Fresh Look ilyen szemmaszk, tudjátok, ez két ilyen kis vigyóka, amit így ide kellett tenni a szemed alá, és 15 percig fennhagyni, és ez barom jó volt, mert tényleg miután levettem, olyan volt, mintha így kisimult volna a szem alatti terület. A duzzanatok is csökkentek, meg valahogy frissebb is lett tőle a tekintetem, úgyhogy ez nekem nagyon bejött, ilyet biztos, hogy fogok még venni. A következő termék az egy Estée Lauder Revitalizing Supreme Global Anti-Aging Cell Power Eye Gelé, vagyis ez egy ilyen szemkörnyékápoló zselé, aminek ilyen kis fémes, vagy nem is tudom milyen applikátora van, és azzal lehetett beledolgozni a bőrbe. Nem tudom, ez olyan nagy reményeket fűztem, de valahogy így nem tudom, nekem kevés volt. Szóval nem láttam azt, hogy felkentem, és így jó érzés volt egyébként ezzel a kis fémes bigyóval belemasszírozni a bőrbe, meg úgy éreztem, hogy hűsít, meg talán picit lehúzta a duzzanatot reggelente, de valahogy mégis többet vártam ettől. És a végére maradt kettő darab szempillaspirál. Az egyik az Avon Ultra Volume szempillaspirál, amit nagyon szerettem, mert nagyon szép szempillákat lehetett vele varázsolni. Ennek nem szilikonkeféje van, hanem ilyen hagyományos szőrkefe, és nem tapasztotta össze a pillákat, nem kenődött, úgyhogy ez nagyon bejött nekem. És végül, de nem utolsó sorban, itt van még a Maybelline Total Temptation szempillaspirál, ami szintén egy ilyen szőrkefés szempillaspirál, és nem tudom, ez egy ilyen szeret-nem-szeret szempillaspirál volt számomra, mert egyszer tök szépen sikerült vele kifesteni a szempilláimat, a következő alkalommal meg valahogy tök bénán, úgyhogy igazából nem tudom, hogy ez miért volt, lehet, hogy én voltam a béna, vagy nem tudom, összekuszálódtak a szempilláim, és amiatt nem sikerült néha szépen kifestenem vele, de amúgy egyébként nem volt rossz, csak mondom, néha valahogy így bénáztam vele, és nem tetszett a végeredmény. Na, kiürültek a szatyrok, elfogytak a termékek, amikről szerettem volna beszélni nektek. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, és hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg kommenten, hogyha esetleg ti próbáltátok már valamelyiket ezek közül a termékek közül, mert kíváncsi vagyok rá, hogy
egyezik-e a véleményünk, vagy sem. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nagyon örülnék neki, hogyha nyomnátok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha esetleg eddig még nem tettétek meg, és kövessetek Instagramon, illetve Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban. Nagyon köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!